Az embercsempészet már a nagyobb bizniszé vált Magyarországon, mint a drogkereskedés. Nem meglepő, hiszen 2015 óta folyamatos az illegális bevándorlás, így van rá kereslet. Évente akár 15-20 milliárd forintot is kereshetnek az embercsempészek. Az elkövetők több mint fele a rendőrségi és bírósági felvételek alapján cigány származású, magyar vagy szerb. A magyar rendőrség hivatalos oldala alapján idén több mint 100 000 illegális bevándorló lépett Magyarország területére. Az embercsempészetet Magyarországon 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik. Amennyiben rongálás történik, vagy vagyoni haszonszerzés céljából történik, úgy maximum 8 évvel, míg ha fegyveresen vagy üzletszerűen folytatja tevékenységét, 10 évvel büntethető az embercsempész. 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, ha az előbb felsoroltak halmozottan igazak a bűncselekmény elkövetőjére. Az illegális bevándorlás 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, amennyiben fegyveresen történik, úgy maximum 8 évvel, mégis börtöneink hazai migránsokkal vannak tele. Az illegális bevándorlók többségét visszaküldik a kerítés túloldalára, majd újból próbálkozhatnak. Ha halált okozva illegális határ átlépés követnek el, maximum 10 év börtönbüntetést kaphatnak. A magyar határt védelmező, ébérért dolgozó katonák, rendőrök, mezőrök életének kioltása az állam szerint tehát csak 10 év börtönt ér. A Mi Hazánk mozgalom már többször kiemelte a rendvédelmi erők nagyobb megbecsülésének, fizetésük emelésének fontosságát, és hogy az esetleges fegyverhasználatot követő retorziótól ne kelljen tartaniuk. Ha elégedettek munkakörülményeikkel, nagyobb odaadással fogják végezni munkájukat, a rendfenntartást. Európa több országában jelenleg csak pénzbírsággal sújtják az illegális bevándorlást, maximum 1600 euróval, azaz 5-600 ezer forinttal. A Mi Hazánk mozgalom minimum megduplázná az illegális határátlépők és embercsempészek jelenlegi börtönbüntetését. Így akár 20 év is kiszabható volna. A liberális naivitás helyett szibériai bérraptartás bevezetése esetén kétszer meggondolnánk, megszállóink elindulnak-e Európába, vagy sem. Az embercsempészek kétszer meggondolnák, segítenek-e nekik, vagy sem. A Mi Hazánk mozgalom szigorúbb büntetéssel sújtaná az illegális határátlépőket és embercsempészeket.